Dr. Bajcsi Dóra a Szegedi Tudományegyetem belgyógyászati klinikájának belgyógyász nefrológus szakorvosa. Szakterülete az általános nefrológiai, hipertonológiai betegellátás, emellett kiemelten foglalkozik a glomerulonefritises betegek gondozásával is. A Szegedi Regionális Vesetranszplantációs Bizottság tagja. Az akut és krónikus veselégtelenség okairól, diagnosztikájáról és az akut veselégtelenség kezeléséről fog előadást tartani. Köszöntöm a tisztelt hallgatóságot! Először az akut veselégtelenségről szeretnék beszélni, mely egy gyakori kórkép, a hospitalizált betegek 5-15%-át érinti, azonban intenzív osztályon kezelt betegek között ez akár 25-60% is lehet. Bár potenciálisan reverzibilis kórképről van szó, a mortalitás magas, intenzív osztályon megközelítheti az 50%-ot is. A vesefunkció rapid csökkenéséről van szó, mely azotémiához, az elektrolit, a savbázis és a volumenháztartás zavarához vezet, és kezelés nélkül életveszélyes lehet. Hospitalizációt igényel ez a kórkép. Angolul acute kidney injury-nek nevezzük, és ezt a KDIGO definiálta. Acute kidney injury-ről beszélünk, hogyha a szérum kreatinin érték 48 órán belül több mint 26,5 mikromol per literre emelkedik, vagy a kiindulási érték több mint másfél szeresére emelkedik 7 nap alatt, vagy a mérdiurézis kevesebb, mint fél milliliter per testsúlykilogram per óra több mint 6 órán át. Három stádiumba soroljuk az akut veselégtelenséget, az szerint, hogy a szérum kreatinin milyen mértékben emelkedik meg, vagy a diurézis milyen mértékben csökken le, mennyi időn keresztül. A szérum kreatinin szintet tudjuk követni, de egy belgyógyászati osztályon vagy ambuláns keretek között nehéz óradiurézist mérni. Azonban, hogyha a beteg napi vizelet mennyisége kevesebb, mint 1000 milliliter, csökken, akkor mindenképpen vizsgálódnunk kell akut veselégtelenség irányába. Számos kórkép okozhat akut veselégtelenséget, a leggyakoribbakat karikáztam be, ezek a szepszis, a sok szívműtéteket követően, akut szívelégtelenség során, illetve gyógyszerek is okozhatnak akut veselégtelenséget. Az akut veselégtelenség általában oligoanúriás, de lehet non-oligúriás, például egy akut gyógyszer indukált a tubulointersticiális nefritis esetében. Etiológia szerint lehet prérenális, renális vagy posztrenális. A prérenális a leggyakoribb, ezt követi a renális, ezen belül is az akut tubuláris nekrózist látjuk leggyakrabban, ugye ez intenzív osztályokon általában ez fordul elő. A posztrenális a legritkább. Nézzük ezeket sorban. A prérenális akut veselégtelenséget a vesehipoperfúziója okozza. Ez létrejöhet úgy, hogy csökken az abszolút keringő vérvolumen, például exszikózis vagy hipovolémiás sok esetén. Lehet, hogy az beteg ödémás, például egy low cardiac outputban, nefrózis szindrómában vagy cirrózis hepatizban, de csökken az effektív artériás vérvolumen, ez is okozhat hipoperfúziót. Szepszisben pedig a vazodilatáció okozza az effektív artériás vérvolumen csökkenését. És létrejött a hipoperfúzió szelektív renális iszkémia kapcsán is, az afferens arteriola vazokonstrikciója miatt, például non-szteroid gyulladás gátló fogyasztásakor, főleg, hogyha a beteg még hipovolémiás is, vagy az efferens arteriola dilatációja miatt. Ezt akkor látjuk, hogyha mondjuk acegátlót vagy ARB-t adunk olyan betegnek, akinek kétoldali artéria renális sztenózisa van, vagy mások miatti renális hipoperfúziója. A diagnózisban az anamnézis és a klinikai kép általában segít. Hipovolémia esetén a bőrturgora csökkent, a nyálkahártyák szárazak, alacsonyabb a vérnyomás, magasabb lehet a pulzusszám, és nem kell ahhoz intenzív osztályon legyünk, hogy a centrális vénás nyomást meg tudjuk mérni, elegendő egy centrális vénás katéter, egy infúziós szerelék és egy vonalzó, és centiméterben meg tudjuk adni a centrális vénás nyomást. A volumenstátusz követésénél az inputot és az outputot is kell figyelnünk. Az inputnál nem csak a perosz, illetve infúzió által bevitt mennyiséget kell számolnunk, hanem a vérkészítményeket, plazmát, intravénás gyógyszereket is. Outputnál a diurézist, hasmenést,
a drén-nazogasztrikus szonda homozzamát, a perspirációt, a perspiráció inszenzibilist, illetve folyadékvesztés mondjuk a harmadik térvegy aszitesz kapcsán. Laborokban ugye méreganyagszintek megemelkednek, az ura diszproporcionálisan magasabb, mint a kreatinin, lehet hiperkalémia, metabolikus acidózis is. Hasi ultrahanggal a posztrenális okokat ki kell zárnunk. Vizeletvizsgálat során általában nincs eltérés, az üledék is általában negatív, de azért időnként diagnosztikus a vizeletvizsgálat, hiszen mondjuk gondoljunk arra, hogy egy nefrózis szindróma is okozhat akut prérenális veselégtelenséget. Ha a klinikai kép alapján nem tudjuk eldifferenciálni a prérenális veselégtelenséget mondjuk egy tubuláris októl, akkor segít ebben a vizelet ozmolaritás, hiszen prérenális veselégtelenségben az magas, hiszen a vese retinálja a nátriumot és a vizet. Az üledékről beszéltünk, hogy prérenális veselégtelenségben negatív, tubuláris ok esetén láthatunk cilindereket, hámsejteket. Az ura diszproporcionális emelkedéséről beszéltünk, és prérenális veselégtelenségben csökken a vizelet nátrium koncentrációja, 1% alatti a frakcionált nátrium exkréció, ezt ezzel a képlettel számoljuk ki. Ha azonban mondjuk a beteg diuretikumot szed, és ezért ezt nem tartjuk teljesen informatívnak, akkor alkalmazhatjuk a frakcionált húgysav exkréciót is. A fő cél a kezelésben az effektív artériás volumen rendezése, hipovolémia kapcsán infúzió, lehetőleg kristalloidot és nekolloidot adjunk. Rutinszerűen diuretikum nem kell, csak hipervolémia esetén. Low cardiac output, kardiogén sok esetén kiemelten fontos az inotróp adása is, vagy presszor támogatás, szeptikusokban a volumenpótlás és arterenol adása. És hogyha az effektív artériás volument sikerül rendeznünk, akkor fokozódik a diurézis és javulnak a méreganyagszintek. Nézzük most a posztrenális veselégtelenséget. Itt az ok az, hogy a vizelet elfolyás akadályozott. Láthatjuk, hogy ultrahanggal jellegzetes a hidronefrózis képe, itt nagyfokú a pielektázia és az uréter kezdeti szakasza is követhető. Ok lehet például a vizeletrendszerben, mondjuk egy hólyagtumor vagy egy uretra struktúra kapcsán, de lehet nem vese vizeletrendszer eredetű ok, például prostatahiperplázia, prostatakarcinóma nőgyógyászati tumorok kapcsán. Az obstruktív uropátia nem csak akut, krónikus is lehet. Akut veselégtelenséget általában akkor okoz, hogyha kétoldali a hidronefrózis. A klinikai kép jellegzetes tud lenni a hólyagdisztenzióval, nagy hólyagtompulattal, hasi ultrahangon látjuk a veseüregrendszeri tágulatot, és hát a terápia a vizeletelfolyás megoldása, ami poliúriát eredményez, kivétel, ha krónikus volt az obstruktív uropátia, és már egy krónikus veselégtelenség kialakult. És most nézzük a harmadik csoportot, a renális akut veselégtelenséget, mert azt szerint csoportosítunk, hogy mely struktúráját érinti a vesének az elváltozás, lehet vaszkuláris, például egy arteriarenális, vénarenális trombózis kapcsán, trombotikus mikroangiopátiák esetében, koleszterin kristály embolizáció kapcsán, lehet glomeruláris, itt ugye elsősorban a rapidan progrediáló glomerulonefritiszekre kell gondolnunk, leggyakrabban az ANCA-asszociált vaszkulitiszekre, de okozhatja antiglomerulál bazálmembrán glomerulonefritis, lupus nefritis is. És van egy harmadik csoport, a tubulointerstíciális okok, ezek közül leggyakoribb az akut tubuláris nekrózis, ezen belül is az iszkémiás, ami prérenális okból alakul ki például egy sok kapcsán, de lehet az akut tubuláris nekrózis toxikus is, okozhatja endogén toxin, például hemoglobin, mioglobin vagy tumorlízis szindróma kapcsán húgysav, vagy exogén, például aminoglikozid, platina vagy röntgenkontrasztanyag. Az akut tubulointerstíciális nefritisznek jellegzetes lehet a klinikai képe, vesetáji feszüléssel, lázzal, gyógyszerindukált esetekben lehetnek kiütések, ízületi panaszok, gyulladásos értékek is magasak. Egyetlen egy tabletta non-szteroid vagy antibiotikum bevétele is okozhat ilyen eltérést. Infekciók és autoimmunbetegségek is okozhatnak akut tubulointersticiális nefritis számos mások mellett. Könnyűlány cilinder nefropátiában intratubuláris obstrukciót látunk, leukémiában, linfómában pedig infiltrációt.
A tünetek egy része nem specifikus, gyengeség, vizeletmennyiség csökkenés, segíthet az anamnézis, mondjuk egy nagyon magas vérnyomás, artériás katéterezés, szepszis kapcsán. Az akut tubulointersticiális klinikai képe lehet jellegzetes, erről beszéltünk, és vaszkulitiszben segíthetnek az extrarenális tünetek. A hemodinamikai volumenstátuszt és a diurézist fel kell mérnünk és követnünk kell az akut prérenális veselégtelenségnél említett módon. Laborvizsgálatta, ugye definíció szerint a kreatinin kell követnünk, hiperkalémiát, non-anion gap, metabolikus acidózist is gyakran látunk. Időnként szükségünk van kiegészítő vizsgálatra, általában egyértelmű, mondjuk egy intenzív osztályon egy szeptikus sok kapcsán az etiológia, hogy akut tubuláris nekrózisról van szó, de néha nem könnyű az etiológiát tisztázni, ilyenkor kiegészítő vizsgálatokra van szükség, meg kell néznünk, hogy vannak-e trombotikus mikroangiopátiára utaló jelek, gyulladásos értékek nem csak szepszisben, hanem vaszkulitiszben, akuttimben, COVID-infekcióban is magasak. Hogyha a beteg hiperkalcémiás, a szérum összfehérje albumin között nagy a gap, ugyanúgy a vizelet PCR-ACR között is nagy a gap, a süllyedés magas, akkor mieloma, paraprotein könnyűlánc lerakódás irányában kell végezni vizsgálatokat. Tumorlízis szindróma kapcsán húcsav és LDH szintet mérünk, autoimmun betegségek irányában szerológiát, komplement diagnosztikát, vírusszerológiát kérhetünk. A vizeletvizsgálat kiemelten fontos, glomeruláris betegségekben ezt nem kell magyarázni, vizsgáljuk a proteinúriát, a hematúriát meg kell vizsgálni, hogy izomorfvörös vértestekről van szó, vagy diszmorfvörös vértestekről. Ha diszmorfvörös vértesteket látunk mikroszkóppal, akkor glomeruláris a hematúria. A szemcsés barna cilinderek tubuláris okra utalhatnak, csak úgy, mint a tubulus diszfunkcióra utaló jelek. A posztrenális okot ultrahanggal ki kell zárnunk, a prérenális renális akut veselégtelenségnek általában nincs specifikus ultrahang jele, akut tubulointersticiális nefritiszben nagyobb a vese, vastagabb a parenhima, feszül a vesetok, ezért is van vesetáji panasza a betegnek. Ha kisebb a vese, keskenyebb parenhimával, irreguláris felszínnel, akkor általában nem, vagy nem csak akut veselégtelenségre, hanem CKD-ra, vagy akután krónik veselégtelenségre gondolunk. A duplex ultrahang az vaszkuláris esetekben nyújt diagnosztikus segítséget. Hogyha renopulmonális szindróma van, kardiális dekompenzáció, tüdőinfekció, akkor természetesen tüdőképalkotó vizsgálatokat kell kérnünk. Az echokardiográfia fontos például egy lupuszban, perikarditisz irányában, vagy hogyha van egy low cardiac output szindrómánk, malignus hipertóniában kell vizsgálnunk a szemfenéki képet, van-e szemfenéki bevérzés, vaszkulitiszben egyéb szervi érintettségnek megfelelő konziliumot kell kérnünk, és ha mieloma gyanú van, akkor hematológiai konziliumot. Ha glomerulonefritiszre van gyanú, vagy a diagnózist az előbb felsorolt vizsgálatokkal nem sikerült tisztáznunk, tehát ismeretlen etiológiája az akut veselégtelenség, akkor vesebiopszia indikált. Vizsgáljuk egy kicsit meg jobban az akut tubuláris nekrózist, amivel ugye nagyon gyakran találkozunk, főleg intenzív osztályokon. Ha az artériás középnyomás 60 higanymilliméter alá csökken, akkor a renal blood flow, a vesevér áramlása jelentősen romlik. Így az akut tubuláris nekrózis lefolyásának van egy iniciációs stádium, ami ugye iszkémiával kezdődik, a tubulus sejtek exfoliálódnak, tubuláris obstrukciót okoznak, aztán van egy extenziós fázis, itt már vannak mikrovaszkuláris károsodások, koagulopátia, inflamáció is. Majd jön egy platófázis, migrációval, proliferációval, ez egy-másfél hétig tart általában, de akár 6 hétig is eltarthat, ilyenkor általában dializáljuk a beteget, anúriás, és van egy recovery fázis, amikor megtörténik a redifferenciáció, repolarizáció, lassan elkezd növekedni a beteg diurézise, és ezzel párhuzamosan a méreganyag szintek is javulnak. Nagyon fontos, hogy időben diagnosztizáljuk az akut veselégtelenséget, és időben megkezdjük a szükséges teendőket, mert akkor szinte majdnem komplett javulás érhető el. Hogyha egy második noxa éri a vesét, mondjuk a recovery fázisban,
akkor sokkal rosszabb prognosztikus adatokat látunk, tehát utána is fontos, hogy ne történjen noxa, mondjuk egy röntgenkontrasztanyag, egy infekció vagy hemodinamikai ok miatt. Az akut veselégtelenség terápiája nem specifikus, elsődleges a megelőzés, elsősorban a rizikócsoportokban, tehát krónikus veselégtelenségben, vesehipoperfúzió kapcsán, potenciálisan vesetoxikus ágenskapok esetében, kardiovaszkuláris betegekben. Ezek a lépések nem csak a terápiában, hanem a megelőzésben is kiemelten fontosak. A reverzibilis okokat, komponenseket korrigálnunk kell, az effektív artériás volument rendeznünk, a nefrotoxikus ágenseket el kell hagynunk, illetve kerülnünk kell, így az aminoglikozikodokat, amfotericin B helyett inkább azolt vagy echinokandint adjunk, és a röntgenkontrasztanyagokat is lehetőség szerint kerüljük. Nyilván van olyan eset, amikor ez nem lehetséges, mondjuk egy akut koronária szindróma kapcsán, akkor lehetőleg kevesebb izo- vagy hipozmoláris kontrasztanyagot adjunk a betegnek, konzultáljunk is a radiológussal vagy invazív kardiológussal, és mindenképpen hidráljuk a beteget, és N-acetilciszteint is adjunk. Ugye a definíció szerint a szérum kreatinin diurézist szorosan kell követni, így a testsúlyt is, az elektrolit eltéréseket, így a hiperkaléniát rendeznünk kell, a metabolikus eltérések korrekciója, a szoros glikémiás kontroll is kiemelten fontos, inzulinnal lehetőleg a glükóz szintet 9 millimol pro liter alá kell csökkentenünk, és ez javítja kritikus állapotú betegek mortalitását. Megfelelő nutriciónál kiemelném, hogy amennyiben vesepótló kezelés szükséges, akkor nem kell fehérje megszorítás, 1,5 g per testsúly kilogramm per nap fehérjebevitel szükséges. Ha hiperkatabolikus állapot áll fenn, amit gyakran látunk, akkor még ennél is több, és hát persze emellett a megfelelő kalória bevitel is indokolt. A gyógyszer dózisokat a vesefunkcióhoz kell illesztenünk, naponta ezt átnéznünk, ha lehetőség van rá, gyógyszer szintet mérjük. Gyakran kell alkalmaznunk ebben a pandémiás időszakban a remdesivirt, amit példaként hoztam, azt 30-as GFR felett adhatjuk. Gyakran van olyan, hogy a beteg beérkezik egy COVID pneumonitisszel, ki van száradva, vagy nem tudjuk elkezdeni a remdesivir kezelést, de hidrálást követően, amint az EGFR értéke 30 ml per perc felé emelkedett, akkor már tudjuk neki az antivirális terápiát elindítani. Az akut dialízis kezelés abszolút indikációja az életveszélyes elektrolit, savbázis eltérés és hipervolémia. Ezeket ismerjük, azonban kiemelném azt, hogy nem csak a méreganyag szintek alapján kell döntést hoznunk, hanem a klinikai kép egészét át kell tekintenünk, a tendenciát kell néznünk, és ez alapján kell egy döntést hozni. Akut veselégtelenségben összefoglalva hospitalizáció szükséges. Kiemelném, hogy a hospitalizáció ne késen egy nehezen megszervezhető vizsgálat miatt. Tehát például, hogyha egy vidéki kórházban, ahol nem nagyon vagy nem gyorsan elérhetőek az immunpanelek, de egy kolléga rapidan progrediáló glomerulonefritis klinikai képét látja, akkor ne várjunk ezekre a nehezen beszerezhető eredményekre, hanem gyorsan küldjünk centrumba a beteget, ott ezek gyorsabban elérhetőek, és ezek negativitása esetén is indikált a biopszia. És most folytatnánk krónikus veselégtelenséggel, angolul chronic kidney disease-zel, amely a vese strukturális vagy funkcionális eltérését jelenti, mely 3 hónapnál hosszabb ideig áll fenn. Amennyiben az GFR 60 ml per perc alatt van több mint 3 hónapig, akkor egyéb eltérés hiányában is felállítható a CKD diagnózisa. Ha e fölött van az EGFR, de van egyéb strukturális vagy funkcionális eltérés, például vizeletben, vagy képalkotó vizsgálattal, szövettannal igazolnak eltéréseket, akkor is felállítható a CKD diagnózisa, és a vese átültetett betegeket kóros GFR és vizeleteltérés hiányában is CKD-snak kell tekintenünk, hiszen itt a veseszövődmények gyakoribbak, ezek a betegek speciális gondozást igényelnek. A globális prevalencia nagy, 9,1%, egy Lancet 2020-as Lancet közlemény alapján Magyarországon becslések szerint 1,3 millió ember lehet CKD-s, de ha csak a diabéteses és hipertóniás betegek
számát becsüljük, a diagnosztizált és nem felismert esetekét is, már akkor is azt mondhatjuk, hogy valószínűleg legalább 1,5 millió CKD-s ember van Magyarországon, és a prevalencia fokozatosan növekszik. Kell beszélnünk a healthy agingről, az életkorral az EGFR lassan csökken. Hogyha van más komorbiditás, hipertónia, diabétesz, obezitás, akkor ez a EGFR csökkenés ez nagyobb ütemű, és hogyha már krónikus veselégtelenség, CKD is diagnosztizálható, mondjuk egy diabéteszes nefropátia vagy IgA nefropátia miatt, akkor még gyorsabb a progresszió. A CKD progresszív, ha az EGFR csökkenés 4 ml per perc per év, vagy 5 év alatt több mint 10 ml per perc. De hogyha a betegnek egy lassú EGFR csökkenése van, mutatnám a tartományokat, és mondjuk 85 évesen egy 58-as EGFR-je van, az még belefér a healthy aging kategóriába. Az életkorral a kortikális volumen csökken, látható, hogy ultrahanggal is a parenhima keskenyebb, egy kicsit a felszín irregulárisabb, a parenhima kicsit ehódúsabb. Hogyha az EGFR érték a normál értékről elkezd csökkenni, akkor a funkcionáló nefron tömegünk már 50%-kal csökkent, és a funkcionális rezerv kapacitása a vesének beszűkült. A CKD-t a EGFR alapján soroljuk stádiumokba, G1 esetén 90 vagy a fölötti a GFR, itt valami más probléma van, például egy transzplantált vagy egy glomerulonefritis kapcsán, G2-ben enyhén csökkent a veseműködés, a G3-as stádiumot A és B csoportra osztjuk 45-59 és 30-44 ml per perc közötti EGFR-rel, G4-ben már súlyosan csökkent a veseműködés, és G5-ben 15 ml per perc alatti a GFR, vagy a beteg vesepótló kezelést igényel. A CKD egy progresszív betegség, a progresszió fő motorja a renin-angiotenzin-aldoszteron aktiválódása és a szisztémás hipertónia. Ezek egyrészt hemodinamikai károsodásokon, hiperfiltráció kapcsán okoznak progressziót, másrészt nem hemodinamikai károsodásokon keresztül, melyben szerepet játszik a gyulladás, az oxidatív stressz, glomerulosklerózis, intersticiális fibrózis jön létre, és az EGFR progresszíven csökken. Az albuminúriát, proteinúriát most már általában nem 24 órás vizeletgyűjtéssel határozzuk meg, hiszen problematikus a gyűjtés, hanem az ACR, TPCR-t, az albumin kreatinin rátát és totál protein kreatinin rátát határozzuk meg, vagy mérik meg a laborok. A mérsékelten emelkedett albuminúria a régi mikroalbuminúria tartománya, e fölött jelentősen emelkedett a proteinúria, 500 mg per nap fölött pedig a proteinúria, és hogyha ezeket a napi fejürítési, illetve albuminürítési határokat elosztjuk 10-zel, akkor megkapjuk az ACR-TPCR-nek a küszöbértékeit. Ahogy csökken az EGFR, és ahogy emelkedik a proteinúria, albuminúria, úgy növekszik a kardiovaszkuláris rizikó. Látható, hogy a CKD-s betegek többsége igen nagy kardiovaszkuláris kockázati rátába tartozik. Ez azt jelenti, hogy a korrigált kockázati arány több mint 3,7-szeres, de akár 14-szeres is lehet. A CKD diagnózisának nagy jelentősége van, hiszen a prevalencia nő, ezen betegek mortalitása nagy, és döntően kardiovaszkuláris betegségben halnak meg, és a kardiovaszkuláris betegek jelentős részének is van CKD-ja. Mik a CKD leggyakoribb okai? A diabéteszes nefropátia, illetve a hipertóniás nefroszklerózis. Harmadik helyen szerepelnek egyéb okok, glomerulonefritiszek, policisztás vesebetegség, non-steroid okozta krónikus tín, krónikus pielonefritis, krónikus obstruktív uropátia. A CKD prevalenciája nő, ugyanis a diabétesz, a hipertónia, a metabolikus szindróma növekszik, és hát az életkor is növekszik. A CKD okait szintén azt szerint csoportosítjuk, hogy mely struktúráját érinti a vesének az elváltozás, van egy cisztás vagy kongenitális csoport is, és hogy primeren csak a vesét érinti a betegség, vagy pedig egy szisztémás, vesét érintő faktorok, betegségek részeként jelenik meg a veseeltérés. Primer vesebetegségre
például glomerulális okra, például membranózus nefropátia, szisztémás vesét is érintő betegség a diabéteses nefropátia, vagy a lupus nefritis, a tubulointersticiális okok között például primerre a vesekő okozta krónikus obstruktív uropátia, és szisztémás szarkoidózishoz társuló krónikus tin, vagy a krónikus urát nefropátia, de láthatjuk, hogy minden csoportban szétoszhatjuk primerokra és szisztémás vesét is érintő betegségre a kórképeteket. A CKD sokáig tünetmentes, amikor már megjelennek az urémia tünetei, anémia, csontásványi anyagcserezavar, diszlipidémia, acidózis, trombocita diszfunkció, ödéma, perikarditis, enkefalopátia, polineuropátia, gastrointestinális tünetek, immundeficiencia, bőrviszketés, és még sorolhatnám. De amikor tünetek jelennek meg, akkor általában a beteg már urémiás, tehát CKD 5 diagnosztizálható nála, ezért is van sajnos gyakran olyan, hogy utcáról kerül a beteg dialízis kezelésre. Ezért a CKD-t mindenképpen kell szűrnünk, milyen gyakran, legalább évente. Kiket szűrjünk? Azokat, akiknél nagy a kardiovaszkulár, és a CKD rizikó, vagy azért, mert kardiovaszkulár betegek, hipertóniások, diabéteszesek, vagy pozitív a családi anamnézisük, vagy idősek, vagy szisztémás autoimmunbetegek, vesekövük van, vagy potenciálisan vesekárosító gyógyszert szedtek hosszú ideig, vagy egyszerűen idősek, 60 év felettiek. Kiszűrje ezeket a betegeket a házi orvos, vagy bármely fenti betegséget gondozó orvos. Hogyan szűrjük a CKD-t? Egyrészt a strukturális vesekárosodás vizsgálatával, az ACR-TPCR-rel. Az ACR-t elsősorban diabéteses nefropátia korai szakaszában nézzük, vagy ha diabétesz mellett egyéb kardiovaszkulális rizikófaktor van, vagy nem proteináris, proteinúriás CKD-ban a progresszió és kardiovaszkulális kockázat megítélésére, a többi esetben TPCR-t kérjünk. Másrészt a CKD szűrés másik paramétere az EGFR, mely a funkcionális vesekárosodás kimutatására szolgál, glomeruláris és tubuláris funkciót is jelzi. A laborok az EPI formulával adják meg az EGFR-t, a szérum kreatinin kornem, számítás kornem felhasználásával, és 90 ml per perc alatt adható meg. Mikor szükséges nefrológiai beutalás? G1-3A1-2-ben általában nem szükséges, gondozás igen, erről majd hallhatunk egy előadást, de nem speciális. G3-ban akkor kell beküldenünk a beteget, ha a vesefunkció romlás gyorsabb ütemű, vagy mondjuk EPO kezelést igényel a renális anémia. A G4-G5 az mindig nefrológiai gondozást igényel, a G5-t sürgősséggel referáljuk. Bármely CKD-t be kell utalnunk nefrológushoz, ha A3, tehát jelentős az albuminúria, proteinúria. Bármilyen CKD-t, ha glomeruláris betegségre van gyanú, például glomeruláris hematúria van, és ezeket a betegeket lehetőleg sürgősséggel referáljuk. Perzisztáló hiperkalémia és vagy acidózis kapcsán is sürgősségi referálás szükséges. Egy diabéteses nefropátiát, hipertenzív nefroszklerózist nem olyan nehéz diagnosztizálni. Itt felállítható diagnózis az EGFR, ACR, hasi ultrahang, kardiovaszkulális rizikófaktorok és célszervkárosok csodások vizsgálatával. De néha előfordul, hogy nem egyértelmű a diagnózis. Ekkor azokat a paramétereket, kiegészítő vizsgálatokat kell sorba vennünk, amelyeket említettünk az akut veselégtelenségnél is, hiszen például egy glomerulonefritis nem csak akut veselégtelenséget, hanem glomerulonefritiszek okozhatnak CKD-t is. A hasi ultrahang jól látjuk, hogy segíthet a diagnózisban. Itt egy policisztás vesét látunk, egy hidronefrózist, itt pedig egy nefroszklerózis ultrahang képét. Echokardiográfia, a mellkasröntgenre szükség lehet mondjuk egy kardiorenális, renokardiális szindróma kapcsán, posztrenális ok esetén urológiai vizsgálatra, amiloidózis, gyanú, bőrvaszkulitis társulása esetén bőrgyógyászati konziliumra. Diabéteses nefropátia kapcsán mindig keressük az egyéb mikrovaszkuláris célszervkárosodásokat is. Szisztémás autoimmunbetegség esetén gyakran immunológiai konziliumot is kérünk. Itt látható a beutalási rend. Ahogy említettem, G1-3A1-2-ben általában nem szükséges nefrológiai beutalás.
Ha viszont beutalás szükséges, főleg ha sürgős, mondjuk egy glomerulonefritisben, gyanúban, vagy egy CKD-G5-ben, akkor szintén ne késsen a beutalás, mondjuk egy nehezen megszervezhető ambuláns vizsgálat miatt. És végezetül örömhírként osztom meg, hogy 2021. október 19-én megjelent az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyi szakmai irányelve a felnőttkori időtvesebetegség diagnózisáról és kezeléséről. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!